Vajon mi lehet benne? Egy nagyon szép kalap van benne. Tényleg szép. Nekem van egyébként egy hasonló kalapom otthon, úgyhogy erre való tekintettel fölveszem ezt. Nagyon jól áll. Így, hogy rajtam van ez a kalap, legszívesebben elindulnék vadászni. A vadász számára két szempontból nagyon fontos a kalap. Egyik része a rejtőzködésnek, tehát nem hiába zöld színű, sötét zöld színű egy kalap. Illetve van egy kulturális hagyománya is, hiszen hogyha elejtünk egy vadat, ami mégiscsak megkoronázza a vadászatot, akkor tiszteletet adunk a vad előtt a kalap leemelésével, és ezért is fontos, hogy mindig fedett fővel menjünk vadászni. Említetted a vad tiszteletét az elejtés után. Miért nem elég az nektek egy lelki kielégülésnek, hogy mentek, kutatjátok a vadat, követitek a nyomát, elbújtok? Biztos, hogy van valami olyan értéke, amit én is el tudok fogadni. De miért nem elég az a nap végén, hogy megtalálod a szarvast, és fényképezőgéppel lősz egy képet, nem pedig puskával egy golyót? Miért kell a vadász öröméért meghalnia egy állatnak? Ez egy teljesen rossz megközelítés, hogyha én terítékre hozok egy állatot, amit az előbb mondtam, akkor egy olyan állatot veszek ki a vadgazdálkodás rendszeréből, amit vadgazdálkodás szakmai szempontjai alapján ki kell venni. Bocsáss meg, a szarvasnak nem azok a szempontjai, mint a vadgazdálkodónak. Tehát a szarvas nem hal meg boldogan azért, hanem én vadgazdálkodom. De nem hal meg a szarvas boldogan azért, mert neki fél kilóval kevesebbet nyom az agancsa, és akkor elfogadja azt, hogy szerintetek ő selejt. Holott az erdőben lehet, hogy ő nem selejt. És egyébként a természet nem oldja meg a selejteket? Nem azért veszem ki mert fél kilóval kevesebb, kisebb a trófea tömege is nyit, hanem azért veszem ki a fél kilóval kisebb trófea tömegűt a vadgazdálkodásból, hogy az utód populáció genetikai állománya jobb legyen. Ez egy tenyésztői szemlélet. Visszamegyek néhány lépéssel. Amikor azt mondod, hogy a végén életkioltásod. A végén az élet arról szól, hogy mindenki meghal. Nekünk állatvédőknek mindig az a legfontosabb veszőparipánk ezekben a kérdésekben, hogy ugye a vadászat eredménye az az állat halála. Ezért számunkra a vadászat gyilkosság. És az öncélú vadászat, ami ugye, hogy örülünk annak, hogy elejtettünk egy vadat. Pózolunk, mondtad, mekkora az agancs tömege, hogy selejtes, hogyha kisebb, amit ugye megint az ember állapított meg, tehát a szarvasnak valószínűleg ő saját magának nem selejt. És tudjuk azt, hogy ezek tudományos felméréseken alapulnak, nem én találtam ki, hogy aki állatot kínoz, az emberre készül. Tehát, hogy megvan ez a pszichológiai vonal benne, hogy élvezzük a gyilkolást? Leghatározottabban visszautasítom. Amikor azt állítod, hogy annak a vadászatnak van legitimitása egy állatvédő szemszögéből, amely esetben az állat húsa végül a húspultra kerül, akkor boldogan és büszkén jelenthetem ki, hogy így akkor az állatvédő szemével is teljes legitimitása van a vadászatnak, tekintettel arra, hogy az elejtett állat a húspultra kerül. Például egy olyan dámbika, ami éppen a barcogásban rendkívül büdös, tehát humán fagyasztásra alkalmatlan, abból kutyatáp lesz, de az is hasznosul, árbevétel a nemzetgazdaságnak, adó az államnak, munkahelye a vadhús feldolgozóban és táplálék láncban. Annyiban pontosítanám, amit most mondtál, reflektáltál arra, amit én mondtam, hogy ez nem általam nem legitimáció, hanem egy tudomásul vétel. Inkább, ami az ember biológiájából ered. Ma már olyan fegyverek vannak, amivel sokkal messzebbre és rosszabb látási viszonyok között is lehetne lőni, mint amit egy sportvadász használ. Ugye pont ez teremti meg az egyenlő esélyt, hogy én azt mondom, hogy egy olyan puskával lövök, ami nem lő 500 méterre, vagy nem használok ilyen látót. A szarvasnak nincs puskája. A szarvasnak nincs puskája, de milliós kárt tud tenni a szántóföldi növénytermesztésben. Viszont ha már a hagyományokról... Tehát akkor az életet lerakjuk a pénz alá. Nézd, az élet materializálható, tehát én abszolút ezt vallom, minden forintosítható és kell is forintosítani, mert a nap végén ez nem azt jelenti, hogy csak az anyagi javak számítanak. De a nap végén a társadalom úgy működik, hogy mindenkinek javakat kell előállítania. A javaknak gazdasági értéke van.
a javak előállításából adót fizetek, tehát fenntartom az államot. Én, mint tudatos állampolgár, vallom azt, hogy vagyok az államnak az egyik finanszírozója. Én, mint állatvédő, az állat életén keresztül védem a természetet. Tehát állatot védek, ezzel természetet védek és életet védek. És ebben nekem nem fér bele az élet kioltása. Amikor az ember vadászként része lesz a természetnek, az csak az érti meg, aki vadászik, és aki viszont ezt átérzi, azt biztosan állíthatom, hogy soha nem fog semmi olyan tevékenységet gyakorolni, ami a természet ellen szólna. Az mindig a természet védelmében, a természet megtartásáért és a természet fejlesztéséért fog dolgozni.